Szlovákia több járásában 5% körüli a munkanélküliek aránya. A komáromi járásban is alacsony, 5,4%. Elmondható, hogy mostanság nem a munkáltatók válogatnak a munkanélküliek közül, hanem a munkavállalók keresik a számukra ideális munkahelyet. A munkavállalók a jobb fizetés mellett gyakran a megfelelőbb munkabeosztást, az előnyösebb kafetéria rendszert biztosító munkahelyeket keresik. Ebben is segít a munkaügyi hivatal. Van egy ilyen területünk, ahol a jelenleg munkában, alkalmazásban lévő emberekkel tudunk foglalkozni, tudunk nekik párosítani munkalehetőségeket, de tudunk nekik kínálni átképzéses tanfolyamokat is, illetve annak a lehetőségét, hogy mi ezt a tanfolyamot átfizetjük, kifizetjük. A munkaügyi hivatal azokra is gondol, akik hosszú ideje nem találnak, vagy már nem is keresnek munkát. Tanfolyamokkal, átképzésekkel, foglalkozásokkal igyekeznek visszahozni őket a munkaerőpiacra. A hivatalban a több mint 12 hónapja bejegyzett munkanélküliek részére csoportos és egyéni foglalkozásokat tartanak. Legtöbbjük ugyanis elveszti a motivációt a munkaerőpiacra való visszatéréshez. Próbáljuk motiválni azt a munkanélkülit, hogy érdemes reggel fölkelni, vissza kell menni dolgozni, kellenek a szociális kapcsolatok, miért fontosak ezek a szociális kapcsolatok, és fölmérjük a munkanélküléket, hogy kinek mire van, ki mire fogékony, valaki team munkára, csoportmunkára, valaki nem arra, valakit ez az irány érdekel, és abban találná meg önmagát. Ezt a csoportos foglalkozás keretében elkezdjük szétboncolgatni, majd ráépítünk individuális találkozásokat, ugye, mert azért ha valakinek van valamilyen megkötése, vagy valami gátolja, hogy munkát keressen, nem biztos, hogy csoport előtt erről szeretne beszélni, arra vannak az individuális négy szem közti foglalkozások, kifejezetten szaktanácsadókkal. A foglalkozásokon a hivatal dolgozói megismerik a munkanélküliek személyiségét, érdeklődési körét, és így akár az optimális munkahelyet is megtalálhatják a számukra. Elmondható, hogy a foglalkozások befejeztével a legtöbben visszatérnek a munkaerőpiacra.